A csatorna fő támogatója nordicamoto.ro. Sziasztok! Én Alpár vagyok, ez pedig az Alpár Moto Adventure. Még tavaly decemberben készítettem ezt a videót, amiben a gyári halogén égős lámpámat kicseréltem egy ledesre, innen is köszönöm még egyszer a barátaimnak az ajándékot és a meglepetés bulit is. Már akkor sokan írtatok, hogy mikor lesz már élesben is teszt a lámpáról, sőt olyanok is írtak, akik hasonló lámpacserében gondolkodnak, és sokuknak segített ez a beszerelős videó. Pár embernek még a 3D tervet is átküldtem, ami szükséges a távolságtartó kinyomtatásához, legyártásához, szóval azt gondolom, hogy sikerült egy hasznos videót készíteni ebben a témában, amit, hogyha mindenki nem is néz meg, de az, aki ilyen lámpacserére adja a fejét, annak biztos, hogy hasznos lehet. Na de ez volt akkor, most meg jöjjön az éles bevetés, nemrég Lost Biker Petivel motoroztunk a környéken, és minden nap sikerült addig kalandozni, hogy sötétben értünk haza. Így meg egyúttal alkalom adódott a lámpáról is készíteni pár felvételt, ezeket a videókat láthatjátok most. Remélem, hogy a videó maga visszaadja azt a fényerőt, azt a szöget, azt a mindent, amit ez a lámpa tud nyújtani, és hasznos lehet azoknak, akik hezitálnak még egy AliExpress-es, vagy Wish-es, vagy akármilyen lámpának a beszerelésével kapcsolatban. Na, de egész jó a lámpa, srácok. Úgyhogy elég jó a fénye, jó széles maga a fénysugár is. Pattog, mint a szar, de hát ilyen úton nem is csodálkozok, hogy így pattog. Motoros ruházatot vagy más motoros kiegészítőt keresel? Látogass el a www.motomus.ro weboldalra, és a vásárlásnál használd fel az Alpár promókódot, már is 5% kedvezményben részesülsz. Szia, nyúl! Na, ott be tudsz kanyarodni balra ügyesen. Menjél szépen, nem ilyen sprintbe van, bazd meg. 50-nél menjen a nyúl. Még kidriftelte? Na, ilyen a lámpám. Lámpa-papám. Szerintem teljesen jó a fénye. Még a reflektor, úgyhogy ez adja. Én meg vagyok elégedve. Úgyhogy aki azon gondolkozik, hogy ilyen olcsó fajta AliExpress-es lámpát tegyen, a gyári helyett, a halogén helyett, annak szerintem érdemes elgondolkozzon ezen. Nem is olyan drága, ha véletlenül szar vissza lehet rakni, de egyelőre úgy nézem, hogy ennél jobb fényre nincs is szükségem, úgyhogy ez rendben van. Ez a hosszú fény, ahogy Székelyföldön mondják, vagy reflektor, ez pedig a rövid, és szerintem teljesen elég mind a kettő. Plusz még ugye van a két ködlámpa a két oldalán, úgyhogy ennél több fényre nekem szerintem nincsen szükségem. Úgyhogy köszi AliExpress, köszi srácok, csajok, akiktől kaptam szülinapomra a lámpát, és köszi Boti, mert Boti hallja is most, amit mondok. Annyit elmondhatok most már több mint egy fél év használat után, hogy én is kicsit hitetlenkedve álltam hozzá a dologhoz, de szerencsére kellemesen csalódtam. Minőségi az anyag,
jó a fény, benne van az eljelzés, és ezeket még mind übereli az ára és a szállítási ideje is, úgyhogy én azt kell mondjam, hogy ez az olcsó megoldás az AliExpressről teljesen rendben van, reméljük, hogy tartós is lesz, de az a teljesítmény, meg az a fényerő, meg minden, amit ez a lámpa így nyújt ennyi pénzért, az szerintem maximálisan elfogadható.